A koronavírus járvány kezdetén a vevők inkább a családi házakat keresték, ez idénre megváltozott. Az elmúlt évek folyamatos lakásdrágulása miatt sokan most a kisebb alapterületű, olcsóbb rezsijű ingatlanokat keresik Fehérvár megyében. Székesfehérváron a panelek ára csak mérsékelten emelkedett. Tudtuk meg Bence Józsefné ingatlan irodatulajdonostól. Még mindig azt mondom, hogy 15%-kal több a kínálat, és Fehérvár megyében megnéztem, 2%-kal csökkent egyébként az ingatlan árak. Hát ez majdnem olyan, hogy csökkent, meg stagnált, tehát ezt lehet mondani. Most elsősorban az eladóknak kell alkalmazkodni a vevőkhöz, és vevők egy kicsit jobb alkupozícióban vannak. Megnéztem az árakat is. Fehér megyében a panel lakások átlagosan 650, lehet 600-700, tehát 650. A téglalakás még mindig, a téglalakásnál még mindig egy kicsit olcsóbb, 700 ezer forint per négyzetméter. A paneleket tehát még mindig kevesebbért tudjuk megvásárolni, mint a téglalakásokat. A családi házak ára Székesfehérváron 700 ezer, a vidéki házak ára 500 ezer forint per négyzetméter körül alakul. Ezek a lakások még mindig olcsóbbak, mint ugyanazon a helyen lévő esetleg téglalakások. Keresik azokat a lakásokat is, amik panellakásokról beszélünk, amiket felújítanak, mert ugye ezt tudják korszerűsíteni, és energiahatékonnyá tudják esetleg tenni. Aki viszont nagyon gyorsan akar eladni, a sajnos rákényszerül arra az alkupozícióra, és mert különben nem tudja eladni az ingatlant. Az ingatlan iroda tulajdonos hozzátette, a kedvező energetikai besorolású ingatlanokat sokkal jobban keresik. A felújítási költségek miatt a korszerűtlen lakásoknál a legnagyobb az áresés kockázata. 5 szempont határozza meg ebben az évben a lakáspiaci helyzetet. A hitel, a rezsiszámlák, az állami támogatások, a gazdasági bizonytalanság és a piaci túlkínálat.